Hangár utca 10. Itt lesz Magyarország első fedett kerékpáros fapályája. A Kőbányán épülő Bring Arena nem csak a versenysportot szolgálja majd, hanem alkalmas lesz arra is, hogy a gyerekek időjárástól függetlenül tudják gyakorolni a kerékpározás alapjait. Eisenkrammer Károly ügyvezetővel beszélgettünk a Kőbányán épülő pályáról és a tervezési időszakról. Több tervünk is volt. Az egyik tervünk szerint már 3 éve itt pörögnénk a pályán. Aztán volt 2 évvel ezelőtt, volt, hogy idén decemberrel fogunk készülni, de nyáron sajnos volt egy itt adminisztrációs probléma, ami megcsúsztatta a kezdést. Elvileg május-júniusban kezdtük volna, és decemberre már kész lenne. De sajnos most kezdtünk hozzá össze, becsúsztunk a télbe. A mostani terve szerint áprilisra lesz kész a pálya, de most már haladunk innen kezdve. Tehát nem ez a nehéz, amit már időben, hiszen ők haladnak a kivitelezési munkákkal, az adminisztráció engedélyezés miatt mentek el évek. A Bring Arena nagy lépés a kerékpárosok életében, ugyanis eddig a pályakerékpárosoknak nem volt fedett pályája Magyarországon. Nem, az országban nincs ilyen. Soha nem is volt Magyarországon fedett kerékpáros pálya, ez az első, ami fedett lesz, bár ez csak egy sátorfedésű, de legalább fedett, és esőben lehet biztonsággal használni egy 200-as pályát. De most, mivel egy Bécsben volt egy 40-50 éves komoly velodrom, 40 éves velodrom, és azt idén nyáron elbontották, így most Budapest és Magyarország körzetében 400 kilométeren belül nincs fedett pálya. Tehát úgy tűnik, hogy ennek a pályának az értéke felértékelődik, növekszik, hiszen már a csehek is kérdezték, hogy lehet-e itt szervezni a bajnokságukat. Tehát nincs más hasonló pálya a régióban. És mondta, hogy bajnokság, itt fognak esetleg versenyeket is tartani, vagy mik a távlati tervek? Ugye ez első körben egy edzőpálya, tehát 100 fős látója van, tehát itt maximum kisebb versenyeket, zárt versenyeket lehet szervezni. Ugye Covid-ban most már hozzászoktunk ehhez, de alapvetően egy edzőpályának készült. Egy kicsit most növekedni fog a verseny szervezési oldala, hiszen a Bécsi pálya hiány most nem tudunk máshol komoly versenyeket szervezni, de ez csak a futófelületre vonatkozik. De ettől függetlenül maga a pályának a belseje, egy hatalmas tér itt lesz bármi másra. Hát itt nagyon szeretnénk más sportágakra is kihasználni, illetve a közlekedésbiztonsági képzésekre, iskolás csoportokra, ahol a közlekedés, a nevelés, a kerékpározás lesz a fő szempont. Nem a sport, hanem a kerékpározás, mint közlekedési eszköz. A tervek szerint áprilisra elkészülő csarnokban 100 férőhelyes lelátó is lesz majd. A pálya pontos méretéről is beszámolt a projekt vezetője. Ez egy versenysport, a pályasport, de nagyon sokan szeretik hobbiból is ezt űzni. Maga a pálya 200 méter hosszú lesz, a mérővonal az 200 méter hosszú, a kanyarodnak a dőlőszög az 50 fokos lesz, tehát erre azért első ránézésre kevesen fognak tudni felmerni menni, de ez csak egy optikai csalódás, valójában egy bátorságpróba. Szinte meg tud ezen kerékpározni megfelelő kerékpárral. Ha van, lesz ehhez való biciklik, lehet bérelni, és bárki, aki kibérli, és megfelelő képzés és segítség után mehet a pályán, de alapvetően ez egy sport létesítmény. De ha mondjuk valaki spinning órák helyett szeretne reggeli edzéssel a barátaival, a céges csapatként nem spinning órára járni, hanem mondjuk hozzánk, ez is egy lehetőség. Tehát nem csak az élsportolóknak szól, hanem bárkinek. Eisenkrammer Károly a beszélgetés során kitért arra is, hogy mit javasol a kezdőknek, akik először lépnek fel egy ilyen pályára, illetve milyen kerékpár szükséges hozzá. Én azt gondolom, hogy azoknak javasoljuk, aki egyébként rendszeresen kerékpározik országúton. Tehát ne itt kezdjenek a pályán bringázni, ez a harmadik, negyedik lépés, mondhatni a sportból. Tehát aki jól mozog, szeret biciklizni országúton, szeret terepen bringázni, és élvezi a kerékpárt, mint sporteszközt, és tud tartósan 30 km/h fölötti sebességgel haladni, na azoknak a pálya már élmény. Tehát akinek problémát okoz kosaras bringával elmenni a boltig és haza, neki is segítünk, de neki még valószínűleg korai a pályára föltekerni. És milyen speciális biciklis szükséges? Mondjuk egy országúti kerékpárra föl lehet-e menni, vagy kell valami plusz? Inkább mínusz kell erre, tehát egy pályakerékpár, attól pályakerékpár, nincs rajta váltó, nincs rajta fék, ezek fix biciklik, ugye fixik. A városban most sok helyen látunk, sokan használják a fixi bringákat, ez igazából pályakerékpárokból jöttek. Ez a kerékpársportnak a legősibb és máig fennmaradt szakága, már nem tudom, 130 éve is volt az olimpián, és ez egy rémegyszerű sporteszköz,
de mégis vannak olyan speciális méretei, miatt csak ezzel lehet a pályán menni. Tehát országúti kerékpár nem lehet felvenni a pályára, de aki szeretne itt menni, nem kell beruháznia, bérelhető. Ahogy a spinning terembe sem viszett magammal a spinninget, oda megyek, felveszem a ruhámat, a bringás cipőmet, és bérlek egy spinninget, vagy akár bérlek itt egy kerékpárt is tekerek a pályán. A fixi elnevezésű kerékpárok nagyon strapabíróak. Azonban, hogy miként lehet velük megállni? Erre is készséggel válaszolt az ügyvezető. A bringába kerülni szoktunk, nem megállni, ha konfliktus van. Úgy sem lehet. Tehát ez az a hely, ahol megtanulnak az emberek biztonságú biciklizni, hogy fékezés, hirtelen fékezés nélkül oldják meg a problémákat. Egy pályaversenyen nem fékez senki, hanem halad, meg pályaedzésen is csak halad. Mivel senkinek sincs fék a pályán, ez fontos, ezért nem fut elő valaki előttem behúzza a féket, mert nincs senkinek. Ezért ez egy ilyen, ezen lassulni lehet. Tehát mondjuk egy futam után a versenyzők egy kör alatt állnak meg. És milyen gyorsan lehet menni? Hát ki milyen gyorsan bír. Van egy versenyzőnk a csapatunkban, Szalontai Sándor, aki a világ egyik leggyorsabb kerékpárosa. Ezelőtt néhány évvel a világ negyedik leggyorsabb idejét tudta a birtokában. Ő 9,5 másodperc alatt meg 200 métert. Azt kiszámolom, az ilyen 73-as átlag, hát 73 km per órás, 74-75-ös átlag sebesség. Ő ennyivel bír. Én 35-40-nel bírok, mindenki amennyit erejéből telik. A csarnokban lesz egy alagút, hogy a kerékpárosok zavarása nélkül a pálya belsejébe biztonságosan lehessen bejutni. A velodrom közepén egy külön kereszt gyakorló pályát is kialakítanak. Ez a cél, igen, hogy iskolás csoportoknak, gyerekcsoportoknak, hétvégén akár családoknak is szervezzünk ide közlekedésbiztonsági képzéseket. Nagyon klassz ilyen programjaink vannak, színes programjaink az online képzéstől a gyakorlati oktatásig. Ez egy nagyon jó helyszín lesz arra, hogy ezt jól tudjuk majd itt használni. És hát pedagógus képzés a másik fő szempont, amivel jól szeretnék eddig is foglalkoztunk, de most ez a helyszín végre egy olyan helyszín lesz, ahol a pedagógusainkat tudjuk méltó helyen tanítani a közlekedésbiztonsági képzésekre. Hiszen az elmúlt években több mint 500 pedagógus képeztünk ki egy Bring Akadémia tantárnak a oktatására, képzésére. A Bring Arena megépülésével nem csak a kerület, hanem a főváros egyik legnagyszerűbb helyszíne is lehet a Kőbányai Sportliget, hiszen a velodrom pálya mellett a nemrégiben felújított uszoda, az új futókör és az aszfaltos pumpapálya is várja a sportolni vágyókat.